Zuzana Csaputová először tett látogatást többségében magyarok által lakott régióban. A cél az volt, hogy megismerje a magyar kisebbség problémáit. A köztársasági elnököt az Apró Csallóközi Táncegyüttes rövid produkcióval köszöntötte. Az államfőt helyi lakosok is üdvözölték, akik közül többel kezet fogott. Dunaszerdahely városvezetésével folytatott megbeszélése során Hályos Zoltán polgármester kényes a magyar kisebbségnek fájó problémákat is felvetett a köztársasági elnöknek. Ilyen a felgyorsult asszimiláció és a kollektív bűnösség traumája. Hályos szerint a problémák megoldását csak az etnikai alapú politizálás segítheti. Véleménye szerint a magyarok számarányának csökkenésére van megoldás, amit Zuzana Csaputovának is elmondott. Kulturális és is oktatási önigazgatás keretén belül lehetne ezt kezelni. Hasonló modellek vannak például Vajdaságban, Szerbiában, és ezt nem politikai szinten, hanem pragmatikusan, szakmai oldalról megközelítve lehetne ezt a kérdést megoldani. Olyan témát is kinyitottam, amely azokat érinti, akik deportálva voltak Csehországba, és akiket a Magyarország és Szlovákia között kényszer lakosságcsere alapján a szülőföldükről üldöztek el, míg a szövetségi gyűlésben mind a zsidó közösségtől, mind a német közösségtől bocsánatot kértek, addig igazából a magyar közösséget nem követték meg. Az államfő egésznapos látogatása során napirendre kerültek olyan fontos témák, mint a környezetvédelem, az anyanyelvi oktatás, a kisebbségi kultúra támogatása vagy a közlekedés fejlesztés. Zuzana Csaputová a látogatást értékelve elmondta, hogy mindenki elnöke szeretne lenni, ezért egymás elfogadásához fontos a kisebbségi lét megismerése. Hovorili sme o tom, ako je dôležité vzdelávanie v národnostnom jazyku. Rozprávali sme sa ale o tom, ako je dostupné vzdelávanie v slovenskom jazyku na juhu Slovenska. Hovorili sme o dôležitosti kultúry a podpory kultúry, práve tej národnostnej kultúry a tejto špecifickej. To, čo mne z toho vyplynulo ako jedno z dôležitých posolstiev, je, že je veľmi dôležité, aby sa príslušník akejkoľvek menšiny cítil ako doma na Slovensku, a k tomu je dôležitým predpokladom, aby neustále prebiehal dialog, aby sme mali trpezlivosť sa navzájom spoznávať a chápať špecifika, ktoré môžu byť obohacujúce a nie predmetom sporov. A köztársasági elnök a Kortárs Magyar Galériában 7 magyar értelmiségivel találkozott, akik saját szakterületeik kihívásait ismertették. Az államfőt Csallóközi látogatása során tanácsadó testületének 2 magyar tagja is kísérte. Németh Ilona szerint a látogatás célja, hogy a köztársasági elnök pontosabb tájékoztatást kapjon arról, milyen Szlovákiában magyarként élni, és ő államfőként mit tehet azért, hogy a magyarok otthon érezzék magukat az országban. A köztársasági elnöknek a szerepe leginkább szimbolikus, hiszen nem tud részt venni a törvényhozásban. Szerintem azokban a szimbolikus kérdésekben, ami a magyaroknak a közérzetét javítja, abban viszont nagyon erős a szerepe. Tehát abban fontos a szerepe, hogy a többséget másfajta módon tudja hangolni a kisebbség megértése irányába. Szerintem nekünk ez a leginkább a legfontosabb feladatunk, és természetesen az is, hogy figyelmeztessük akár olyan jogi dolgokra, olyan, tehát a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdésekre, akár a állampolgárság kérdésével kapcsolatban, amik a közérzetünket és a jövőnket itt befolyásolhatják. Az elnökasszony Kisudvarnokban ellátogatott a helyi információs központba, ahol Marcell Zoltán polgármester fogadta, és a helyi alapiskolát is felkereste. Utóbbi helyen az anyanyelvi oktatás fontosságáról esett szó, valamint arról, milyen hatékony módszerekkel sajátítható el a szlovák nyelv.